Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé. Az elmúlt egy hónapban nem csak halljuk, hanem azt gondolom most már mindenki érzi, hogy ez a karácsony egy kicsit más lesz, mint amit megszoktunk, vagy mint amit szeretnénk. A sok szabály és a nehézség ellenére mindenki arra törekszik, hogy megőrizze az ünnep szépségét, meghittségét, örömét, szeretetét. A mostani karácsonyi podcastban is erről fogunk beszélgetni. Köszönti Önöket Varga Tünde és Benke Dániel. Mai beszélgető társaink két pedagógus, Vukman Kornélia, gyógypedagógus, és Tislér Péter, a Bolyai iskola tanítója. Mivel Nellit és Petit is jól ismerjük, ezért fogunk tegeződni. Mit tapasztaltok, hogyan élik meg a gyerekek ezt a különös karácsonyt? Úgy érzem, hogy elfáradtak már ők is ebbe az egész vírus mizériában. Más karácsony lesz, kérdezgettem őket, hogy hogyan tervezik tölteni. Egy ilyen nagyon gyors kutatást csináltam két osztályban, másodikasoknál és harmadikasoknál. Nagyjából az jött, hogy a negyede nem fog a gyerekeknek találkozni a nagyszülőkkel, dédszülőkkel. Én igazából többre számítottam, azt hittem, hogy legalább így fele. És azt is megkérdeztem, hogy akkor hogyan fogják tölteni. Egyből vágták rá, hát videócsetelünk természetesen. Telefon, videócset, mert ebben nőttek fel. Másodikas gyerek felhívja a barátnőjét, és akkor két-három órát nézegetik egymást. Azért a mi területünk egy speciálisabb terület, tehát nekünk most már azért a téli ünnepkör, az már az ünnepvárás, és mivel nem minden családban megvalósítható ez, és nagyon sok örökbefogadott vagy intézetben felnőtt gyermekről beszélünk, nekik ez az otthon melege, meg az ünnepvárás, ez egy kicsit áttevődik az iskolába, és ő nekik ebben csak annyi változás van, hogy most nem lesz közös karácsony, hanem az osztályok külön-külön ünnepelnek, de ez nem befolyásolja az ő izgalmukat és várakozásukat, én azt látom. Akikkel ezentúl találkozom, ő nekik nagy az izgalom. Én azt látom a kicsiknél ez az ajándék, ez a legfontosabb téma. Persze készülnek, tanulnak verset, meg énekelnek. Az, hogy a családban, hát az meg nagyon-nagyon változó, nagyon szort, hogy ki, hogy. Én azt gondolom, amit a családból hoz egy gyerek, az fogja majd később továbbvinni, és azért azt tudjuk, hogy a mai fiataloknak már nem ugyanaz fog ebből továbbadódni, mint mondjuk az én korosztályomnak. Utaltam, és azért is kérdeztem meg Pétertől ezt a videócsetelést. Mondtad is, az ő korosztályuknak ez már teljesen természetes, hogy ebben a nagyon digitális világban most a vírus miatt pláne nagyon benne vannak, nem csak ők, mi is belekényszerülünk. Meg lehet-e őrizni a karácsony igazi csodáját? Én most a saját családomból indulok ki. Tehát a mi családunkban a gyerekek megszokták ezt az ünnepvárást. Nekem külön öröm, hogy ugye most az egyetemisták online oktatásban vannak, úgyhogy például a Dani és a barátnője otthon van. És pont tegnap előtt talált egy lemezjátszót az utcán, valaki kidobta, és ezt haza kellett vinnünk. Idősek is velünk élnek, a férjem szülei. És a mamának a régi karácsonyi lemezét elővettük, és azt hallgattuk, és az annyira jó volt, mert a mamának olyan boldogság töltött el a szívét, és elhatároztuk, hogy amikor jön a Jézuska, akkor most nem énekelni fogunk, hanem arról fogjuk hallgatni a zenét. És a gyerekeknél is ezt látom, tehát ahogy én viszonyulok, például mi ma mézes kalácsot sütöttünk, és ráment 3 óránk majdnem, és az olyan boldogsággal töltött el a gyerekeket, és az egyik kisgyerek azt mondta, hogy még ilyen illatot se érzett soha, ilyen karácsonyi illatot. Úgy érzem, hogy ez az idill, ez a családon megtartható, és ezek a szokások maradhatnak is. Nagy csoportba, iskolába azért ez már kicsit távolságtartóbb lett az egész sajnos. Megöleljem a kicsit, ne öleljem meg a másikat, mert ki tudja, hogy baj lesz-e. Kicsit olyan embertelen lett az egész. Nekünk is nagy fájdalunk, hogy nem lehet karácsonyi műsorozni, vagy másképpen kell karácsonyi műsorozni. Mi például videót fogunk küldeni a szülőknek szépen összevágva, és ez lesz most idén a karácsonyi műsor. Én azt gondolom egyébként, hogy beszéltük is, hogy mindenki a saját példáját viszi tovább a családba, amit ő megélt. Én azt teszem észre a mai gyerekeken, hogy ők már annyira, de annyira ebbe a világba születtek bele, hogy az okostelefont, a tabletet ők úgy használják, mint a ceruzát. Ebbe az a jó, hogy nagyon piciken látom már, hogy annyira nem függenek rá, mi se függünk rá a ceruzára meg a tollra. Használják, amikor kell, persze vannak kivételek, talán már kicsit túlságosan mindennapjaik része lett, és már lehet, hogy egy picit ők is nem azt mondom, hogy unják, de jó, ha kell, akkor majd felveszem az okostelefont, ha nem, akkor nem. Nekem, mit tudom én, ha azt mondom, hogy mondjuk az 50 gyerekből, ha megkérdezem, hogy mit szeretnék karácsonyra, az ovistól kezdve okostelefon, tablet, laptop, és az összes többit nem tudom felidézni, mert szerintem abban már nem vagyok járatos. 2020 több szempontból is egy speciális év. Maga a csoda, vagy a csoda
oktatás, ami nem csak a gyerekeknek, hanem szerintem számunkra felnőtteknek is nagyon fontos, hiszen majdnem mindig ez jön elő a karácsonnyal kapcsolatban. Meddig tartható fenn? Tehát, hogy milyen problémát okozhat mondjuk az iskolában, egy közösség életében, amikor mondjuk kiderül az, hogy hoppá, a télapó, az igazából a szülők, vagy a Jézuska is, az mögött mi bújunk. Ezek mondjuk hogyan csapódnak le? Nem csapjuk be ezáltal a gyerekeinket? Nem csinálunk mondjuk ezzel rosszat, hogy fölépítjük ezeket a meséket, szokásokat? A Zsófi lányom az egy elvarázsolt csoda gyerek, sose tudta, mi zajlik körülötte a világba, és ő igazán hit mindig ezekbe a dolgokba, és őt is felvilágosították az iskolába, hogy nincsen Mikulás, és hazajött, és én azt mondtam neki, és ezzel úgy gondolom, hogy nem csapom be a gyereket, és a tanítványaimnak is ezt mondom. Ha bennem van a hit, ha hiszek az ünnep erejében, ha hiszek abban, hogy létezik a jó, mert hogy ez jó dolgokhoz kötött, akkor az addig fog élni, amíg én ebben hiszek. Ha már nem hiszek és elengedi a szívem, akkor onnantól meg is fog egy kicsit halni bennem ez az ünnep. Szerintem nekem szülőként is, meg pedagógusként is úgy gondoltam, meg gondolom most is, hogy az a feladatom, hogy bármilyen a világ körülöttem, ott a mi együttlétünkben, az varázslatos legyen, az olyan legyen, amilyennek mi szeretnénk. És most lehet az az ünnepvárás, ünnepkészülés, csodavárás megélése, lehet, hogy most már nálunk nagyok a gyerekek abban, hogy együtt játszunk, hogy együtt töltjük az időt, kitaláljuk, hogy mi legyen az ünnepi vacsora, hogy azt most már nem feltétlen mi csináljuk meg, hanem a gyerekek is bekapcsolódnak, vagy esetleg most ők fogják azt kitalálni, hogy mi legyen. Amikor én ezt elmondtam annak idején a Zsófi lányomnak. Hány éves volt? Alsó tagozatos volt, de már legalább harmadikas. És akkor azért megírta a levelét a Mikulásnak, tehát tőlem függetlenül, és akkor arra a levélre én egyből válaszoltam, és ezt másnap bevitte az iskolába, és ezt olyan mély átéléssel és hittel olvasta fel a több hogy ott aztán mindenki ledöbbent, és elkezdték újból hinni. Úgyhogy ez az ünnep hite az, amit talán érdemes fenntartani. Te más szemmel nézed, egyrészt fiatalabb is vagy, de mégis gyerekek között mozogsz. Várják a csodát, és nagy konfliktusok is vannak ebből, hogy ez az a második-harmadikas időszak, amikor már van, aki hisz, nem hisz, tud, nem tud. Hogy simítod el a konfliktusokat? Vannak most sírások, zokogás, amikor már látom, hogy ő már ezt tudja, minden tiszta benne, akkor meg kell mondani neki, hogy jó, akkor most te más szerepben vagy, mostantól te a Mikulásnak a segítője vagy. Mostantól a Jézuskának a segítője vagy, és akkor a kis tesónak csönd. Ez egy hatalmas játék szerintem. Mondjuk én arra sem emlékszem, hogy mikor esett le nekem ez az egész, valahogy szépen elsimult a múltba. Mondtad az ajándékokat. Azt látom, és nem tudom, Dani megerősíti ebben, hogy tényleg erről szól, ajándékról. Azért kérdeztem, hogy megélik-e a csodát, vagy csak azt várják, hogy Jézuska, télapó, mindegy, valaki hoz valami ajándékot. A szülők rontják ezt el, a fogyasztói társadalom rontja el, hogy mindenhonnan ömlik ránk, hogy ezt vegyél, azt vegyél. Biztos, hogy mindenhonnan ömlik. Pont a minap mondta, ha az enyémek lennének kicsik, akkor aztán fölköthetném a nadrágomat, mert hogy egy vagyont kéne kifizetnem, mert hogy milyen árban van a játék, akkor mint szakember megszólalok az okos játék és a buta játék közötti különbséget, ha feszegetjük. Az, hogy semmire való. Tehát az, hogy én most megnyomom a testét, és bugyborékok jönnek ki a fejéből, és ez egy Barbie konstrukció. Nem tudom, mire való. Ha ajándék, akkor az okos ajándékok híve vagyok, a praktikus ajándékok híve, mert aztán, amikor meg nagyobbak lesznek, akkor már ugye azt fog számítani, hogy kellene ki porszívó, meg vók, meg. Tehát biztos, hogy az ember azért elhajlik oda, hogy a szükség ajándékot megveszi, de mellé, legalábbis nálunk ez így van, tehát a saját készítésű ajándékok. Most már hetek óta sütjük a mézes kalácsot ajándékba. A családon belül bányom fogalmazta meg, a minap mentünk haza, és dúzogott az autóba, mert hogy utálja a karácsonyt, meg hogy nem találkozhat a barátaival, meg hogy tönkre teszi az ünnepet, meg különben is mindenki csak nyafogós ettől, hogy be van zárva, és van egy barátnője, és ő imádja a karácsonyt. Ő már szerintem egy hónappal ezelőtt karácsonyos zokniba járt, és karácsonyos pulcsiba, elment vele vásárolni. Elmesélte, hogy bementek a boltba, egy bácsi állt előttük a pénztárnál, és meglepődve látta, hogy 25% kedvezményt kap, kifakadt belőle, hogy hát de bácsika, karácsony van. Annyira be tudta lelkesíteni, és én ezt mondom, hogy annyira fontos
akarom, vagy nem akarom. Meg akarom tartani a csodáját, vagy nem akarom megtartani. Tehát nagyon-nagyon sok szülő van, béke kedvére azt fogja kapni a gyerek, amit nagyon vágyik, mert hogy attól vagyok jó szülő, hogy örömet szerzek a gyerekemnek, és ő neki, ha csak az a okos karóra 3 évesen lesz a boldogság, akkor ő meg fogja kapni az okos karóráját 3 éves korában. Ezzel, hogy mindent második szóra megkapnak, a vágyakozás, a türelem hal ki belőlük szépen lassan, és majd felnőtt korban lesz nagyon-nagyon hátrány, hogy nem tud türelmesen várni valamire. Ilyen kicsi korban már ezt kiveszik belőlük sajnos. Ezzel te is tapasztalod, amit a Nelly mond? Láttam már példát, igen. Nem tudom, mert én például szülőként voltam ilyen helyzetben, de biztos ti is lesztek, vagy hogy azzal jön haza a gyereket, hogy mert a kis Pistának ezt is megvették, meg azt is, meg azt is, és akkor elmondod észérvekkel, hogy de a kis Pistának nem ennyi gyereknek kell megvenni, mert ha én most, ha csak egy gyerekem van, annak tudok 20 000-ért, de hogyha 4 van, akkor már nem tudok 20, vagy 3 van, akkor nem tudok. Aztán meg nagyon sokan vannak, akiknek mondjuk megengedhetnék, de olyan értékrendből jön, hogy azt mondja, hogy nem, kicsi szívem, majd ha szeretnéd, vagy megdolgozol érte, vagy kivárod, amíg eljön a pillanat, hogy az öletbe hull. Mennyire látjátok azt, hogy mondjuk megjelenik az ajándék, kívánságok, ötletek között a könyv? Én a könyvekkel mindig is elfogult voltam, leszek. El se hiszed, hogy mennyit olvasnak a lányaim az osztályban. Konkrétan minden szünetben látom, hogy most épp a két Lotti a sláger téma, járnak szünetebe föl a könyvtárba. Az is de ezt te ajánlod nekik, vagy ők maguktól hozzák be? A kolléganőm, a magyaros, ő szokta ezt. De ez ritka példa, mit gondolsz? Szerintem ritka. Nagyon-nagyon ritka. Sajnos. Mennyire meghatározó ilyen szempontból a pedagógus? Tehát mennyire tudod befolyásolni, hogy kezébe vegye a két Lottit? Szerintem rengeteget számít a pedagógus. Az is, amit mond, és az is, amit tesz. Az, hogy látják, hogy ő is olvassa a könyveket. Péter bácsi is szokott olvasni, akkor az lehet, hogy nem is olyan rossz dolog. Akkor csinálom én is azt, és példamutatás. Én ebben hiszek, hogy ennél jobb nincs. Mert bonthat bármit az ember, hogyha más csinál, sajnos most elva hiteltelenné válik. Én nekem egy kicsit nehezebb, mert én olyan gyerekekkel foglalkozom, akiknek nagyon nehéz megtanulni olvasni, és ami a leginkább probléma szerintem ma, hogy nem tudjuk bebizonyítani a gyerekeknek, vagy nem élik meg a mindennapokba, hogy az írásnak és az olvasásnak funkciója van. És akkor megint visszatérek azért az elektronikus világra, ahol bepötyögi, ahol elolvassa, és sokan vannak, akik nem csak a híreket, hanem mondjuk a könyveket is elektronikusan olvassák. De ennek ellenére például nálunk a családban olvasó emberek vannak, és mégis van köztük olyan gyerekünk, aki nem nagyon szeret olvasni, és nem nagyon nyúlt mondjuk kicsiként, akkor visszatérek oda, hogy az meg megint ugye a pedagógus meg a szülő felelőssége, hogy az ő életkorának, meg az ő képességeihez mérten válasszunk olyat, ami izgalmas, ami élményt ad. Mert ez volna a lényeg, hogy megélje. Olvasni jó, mert élményt ad. Mert amit olvasok, el tudom képzelni, és nem fogható az hozzá, amit én képi világban filmen majd ugyanazt. Én emlékszem, a Tű a szénnak az alba talán az volt az első olyan, ami egész más volt a film, meg amit én elképzeltem, amikor azt olvastam. Ha nehezen megy, akkor ugye ott vannak a képregények, a mangák, vicces, hátulról kell visszafele olvasni, és akkor fogunk tudni majd olvasókat nevelni, úgy, hogyha még azt is el tudjuk hitetni velük, hogy ennek funkciója van, ez fontos. Az iskolában előkerülnek-e nálatok a karácsonyi történetek? Olvastok-e közösen? Tehát, hogy próbáljátok-e úgymond az ünnepet is ezáltal, vagy ilyen ötletekkel meghittebbé varázsolni? Nálunk úgy alakult ez a történet, hogy 19 gyerek van, van egy ilyen kis 19 meséből álló könyvünk, minden gyerek kapott egy mesét, és szépen, mint a kalendárium visszafele, mindenki egy nap egyet elolvasott. És így volt ez a szép ráhangolódás. Egy az, hogy gyakorlunk, egy az, hogy egy szép történetet. És ezek karácsonyi történetek. Mindegyik így van. Amikor pályakezdő voltam, és iskolai tagozaton dolgoztam, akkor minden nap a csendes pihenő, az ebéd utáni kis elbóbiskolós időszakban olvastunk mesét. Nagyon szeretik a gyerekek. Én most már én meséket szoktam mesélni a piciknek, és nagyon-nagyon élvezik ezeket a tanmeséket, amiket úgy kitalálunk, meg hát minden gyereknek van valami érdeklődési köre, aminek megfelelően hallgatják, de
a nagyobbacskák nálunk az iskolában, én most akikkel úgy az iskolában kapcsolódom, és mondjuk meg is értik azt, amit az ember így olvas, tehát hosszabb mesét, ők nagyon vágyják ezt. Én a múltkor megkérdeztem a normál óvisokat, hogy mi a kedvenc mesétek, és még olyat is mondtak, hogy az Éjjel-nappal Budapest. És azokat a klasszikus meséket már nem nagyon mondják ám, hogy Piroska és Farkas, meg a Kecskegidák, mert a Bartos Erikát is imádom, meg sok minden van, ami jó és modern, de az, amikor a program az, hogy beülünk a képernyő elé, a mese nekem arról szól, hogy ezt meghallgatjuk, azt megbeszéljük, azt megrágjuk, azt lerajzoljuk, mert akkor fogom tudni, hogy mi is jutott el abból ő hozzá. Mi volt az a tanulság, vagy amit ő elvisz ebből, mert különben öncélú, nem? Köszönjük szépen! Bukban Kornélia gyógypedagógussal és Tischler Péter tanítóval beszélgettünk. Bízunk benne, hogy azért a legtöbb anyuka, ha a gyerek még nem tud olvasni, esténként kezébe veszi a könyvet, és olvas a gyereknek valamilyen mesét. Ebben próbálunk segíteni. Ajánlat következik a könyvtár kínálatából. Kivel fogunk beszélgetni, Dani? Szabó Eszterrel, a Halis István Városi Könyvtár gyerekkönyvtárosával. A karácsonyi könyvek azok mindig is nagyon népszerűek voltak, már csak azért is, mert nálunk a könyvtárban durván 1-2 hónap van arra, hogy ezek közül a könyvek közül lehessen keresgélni. Az év többi napján ezek a könyvek raktárban vannak, de ilyenkor felszoktuk őket hozni egy külön polcra, és akkor ebből szoktak válogatni a szülők. Hoztál könyveket, és a legfelső az én gyerekkori nagy kedvencem, az a Kipkop karácsonya. Ez most egy egészen friss kiadás, szerintem ez még ma is kapható a könyvesboltokban, a Kipkop karácsonya igazi retro. A témája igazából örök, Kipkop a kis gesztenye fiú megismerkedik a karácsonnyal, mert még soha nem hallott róla, és nem is tudja, milyen az a karácsonyfa. Akkor felmászik a fára, és megismerkedik a diszekkel, meg a habkarikával, meg a mézes kalácson. A végén azt is megtudja, hogy igazából mi a lényege a karácsonynak, a szeretet, az együttlét, a család. Még nálunk is megtalálható néhány ilyen gyerekkori dísz a fán. Az ember karácsonykor előveszi, picit nosztalgiázik, picit visszautazik az időbe, és ez szerintem hozzátartozik a karácsony varázslatához. Mit hoztál még? Vannak itt egészen új könyvek is, amik népszerűek még karácsony környékén, azok a könyvek, amik adventi időszakra tartalmaznak meséket. Tehát ami mondjuk 24 mese karácsonyig, ez most egy egészen új kiadás. Nagyon szép könyv, még a borítója is csillog. Aztán, amiről már volt a beszélgetésben is szó, ezek a nagyon csicsás Disney-s mesekönyvek, mind a legtöbb ilyen angol száz és amerikai mesekönyvekkel, hogy összekeveredik benne a Mikulás és a karácsony. Itt is látszódik a képen, hogy a karácsonyfa és a Mikulás, a mi kultúránkban a kettő nem fér meg egymás mellett, úgyhogy ez szerintem sok szülőnél gondot okoz, hogy jó, nagyon szép. Hogy otthon hogyan beszélít meg a gyerekkel, azt nem tudom megmondani. Aminek most nagy slágere van, ez a 3-5-8 perces mesék után szabadon, az 1-2-3 perces mesék, Tarka Barka karácsony. Ebbe egész piciknek, óvodásoknak, vagy akár még 2-3 éves gyerekeknek is találnak nagyon rövid meséket, amik a karácsonyhoz kapcsolódnak. A kis elalvás előtti mesének egy kis összebújós alkalmakkor ezt nagyon jól lehet használni. Amik még nagy kedvencek... A medve, aki a karácsonyfában lakott. Igen. Ez hál' Isten egy magyar szerzőnek a mesekönyve. Nagyon klassz, hogy egyre több magyar szerző ír mesekönyvet, ami azért jó, mert itt legalább ebben nem keverednek össze a szereplők. A medve, aki a karácsonyfában lakott, ez a Harcos Bálint egyébként elég termékeny író. Ez egy nagyon bájos mesekönyve, kislányról szól, aki szeretne karácsonyra egy élő állatot, de a szülei semmiképpen nem akarnak ebbe belemenni. A könyv végére kiderül, hogy aztán végül is sikerült-e karácsonyra beszerezni egy élő állatot. Nem lövöm le a poént, majd elolvassák, aki érdekel. Egyik favorit idén karácsonykor, ez a Weber Anikó Hang a régi karácsonyai című mesekönyve. Weber Anikó főleg ifjúsági regényeket írt eddig, ez az első ilyen mesekönyve, ha lehet mondani. Nekem az abszolút kedvencem. Mert? Hanga az egy hópehely kislány, akinek a segítségével különféle időutazásokon vehetünk részt. Az 1850-es években elrepülhetünk vele Sziszi királynő udvarába, megismerhetjük, hogy milyenek voltak a karácsonyok az ő idejében, Andrássy Gyula intézőjének idejében, vagy hogy karácsonyoztak Szendrei Júlia gyerekei. Tehát akkor ez inkább iskolás gyerekeknek szól. Igen, igen. És ami az én kedvenc részem ebben, az amikor bemutatja a falusi karácsonyt. Mert ott akkor elmeséli, mi a betlehemezés, elmeséli, mit tettek régen a falusi emberek, milyen szokások kapcsolódtak az ünnephez. És arra is alkalmas, hogy netán a szülő saját karácsonyi élményeiről beszélgessen a gyerekekkel, vagy a nagyszülők. Tehát a karácsony arra is alkalmas, hogy ilyenkor picit felelevenítsük a gyerekkori emlékeket,
és megosszuk a gyerekünkkel, hogy milyenek voltak a mi karácsonyaink, mert hogy ez szerintem nagyon fontos. Köszönjük az ajánlatokat, Eszter. Olvassanak az ünnepek alatt is, ha tehetik, és legyen szép ünnepük. Önök a Halis Podcast karácsonyi beszélgetését hallották. Búcsúzik Varga Tünde és Benke Dániel. Mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet.